Mr. Darby kiemelte. Meg fogom kötni az üzletet. A legtöbb üzletet aztán kötöttem, hogy nemet mondtak nekem. Ez Napoleon Hill Gondolkodj és gazdagodj című könyvéből egy idézet, méghozzá Mr. Darbynak, aki egyébként az aranybányánál, az előző sztorinál lemaradt az aranyról, és 10 centivel az aranytól abba hagyta az ásást, tanulva ebből üzletkötőként, biztosítási üzletkötőként, viszont nagyon eredményes és sikeres lett. Érdemes megvenni a könyvet, a teljes sztori benne van. Nagyon sok tapasztalatot lehet ebből meríteni, én szerintem üzletkötő és sales marketing területen. De nem elegendő lemásolni, vagy csak követni egy-egy módszert. Mondok egy példát rá a saját régi cégünkből, még most is megvan, csak hogy nagyon régi a történet, legalább 10 éves. A legtöbb üzletkötőnk olvasta, én magam is ajánlottam, javasoltam, adtam a kezükbe, aztán Frank Bettgertnek az üzletkötés iskolája is. Frank Bettger elmondja, ez egy nagyon régi könyv, tehát legalább 20 éves könyv, elmondja, hogy igazából ő, amikor értékesítő lett, akkor kipróbálta azt, és figyelte azt, hogy hány alkalommal kellett fölkeresni egy ügyfelet, ami alatt üzletet kötött, és rájött arra, hogy a második, harmadik alkalommal nagyon sok időt veszít már, az első kettőben törekedett, hogy megköti, és a második, harmadik el sem ment, tehát nem is egyeztetett ilyen időpontot. És ebben sokkal hatékonyabb lett, kiszámolta, hogy mennyi időpontból mennyi kötése lett, sokkal több kötés jutott egy időpontra, tehát a statisztikája javult. És ez valószínűleg így is volt. És ez aztán sok területen így van. És ebből a fellelkesülésből üzletkötői csapatunk, egy ilyen heti meetingen, szerintem az Ádám is ott volt, de kérlek Ádám, írd meg, hogyha nem, vagy ez nem abban az időben volt, amikor te a csapatot vezetted, vagy dolgoztál csapatban. De jött az ötlet, hogy hú, a Frank Bettger mit mondott, és nekünk is mekkora szívás, amikor harmadszor, negyedszerre el kell menni, már kellemetlenebb egy kicsit, megint utazni kell. Milyen jó lenne, ha az első-második találkozó után eltelenek döntő, hogy az ügyfél nem jutunk dűlőre, kettő alatt, akkor nem foglalkozunk vele. És ez egy jó ötletnek tűnt, nem? Látszatra jó ötletnek tűnt. És hát nekünk volt már akkor egy nagyon fejlett, saját fejlesztésű CRM rendszerünk, tehát magyarul nyomon lehetett követni ezt a munkatársnak készítettük saját fejlesztésben, nyomon lehetett követni, hogy kivel mit beszélt, mikor, tehát minden rögzítve volt, és meg is lehetett nézni. És elővettük az ügyfeleket az elmúlt fél év vagy egy évből, és megnéztük tételesen, hogy hány találkozó volt a kötés előtt. A kötés ugye azért lezárás volt, azt is jelezte a rendszer. És kiderült egyébként, hogy egyetlen egy kötés nem volt, ami az első vagy a második alkalommal megtörtént, mindegyikhez kellett legalább 3-4 vagy 5 találkozó. És azt mondta, figyeljetek ide, ha ezt bevezetjük, amit a Frank Berger könyvből tanultok, akkor kerek nulla jutalékotok nem lesz, lesz csak, mert gyakorlatilag minden ügyfelet kidobunk, ha ezt a módszert használtuk volna, egy ügyfél se lett volna. Lehet, hogy többre jutott volna idő, de nulla lett volna. És azt is megnéztük, hogy miért. Azért, mert mi értést tettünk, ez egy ilyen webes szolgáltatás, ez egy előfizetéses rendszer, annó is forradalmi volt, szerintem ma is az egyik legjobbak között van. Ez a csapat egyébként összesen 400 vevőig duzzasztotta az ügyfelek számát, annyi volt a csúcs, azóta nyilván a válságban ez csökkent. De a lényeg az, hogy megnéztük, hogy mi az, amit mi kínálunk. Mi egy hosszú távú szerződést kínálunk, ami egy hosszú távú döntést jelent. Lecserélje a régi webes cégét, web tartalmát, egyebet, egy újra, amit önmaga tud módosítani, csomó plusz hírlevél, egyéb szolgáltatásra. Tehát előre lép, de nagy az átállási költség, az átállási energia kellemetlenség. És ez egy hosszú távú döntés. Ez a Változtass meg a játszmát, van egy ilyen című könyv, szintén Bagovárt, abban egyébként részesen le van írva ez, nem tudom ki írta. De a lényeg az, hogy rá kellett jönnünk, hogy a termékünk nekünk teljesen más, és ha ezt lemásoljuk, ezt a jópofa ötletet, a kezdenk rosszul sül el. Úgyhogy visszatok térni az előző videóban mondott tanulsághoz, ne adja ki a döntést. Tehát legyen kitartó az ember, de úgy legyen kitartó, hogy közben korrigál, vizsgálja, hogy mit csinál, minek mi az eredménye, az eddigi eredményeim miből jöttek. Ezt meg nem tudja egy külsős megcsinálni. Tehát az agyat, a cég logikáját, agyát, azt nem szabad kiszervezni. Mert onnantól a siker nem öntől függ. A bukás az sokkal valószínűbb. Úgyhogy nekem ez a tanúság ebben, és ez nap mint nap így van. Tehát mondok egy másik példát, most teljesen friss dolog. YouTube-on hirdettem ingatlanos videóimat. És bejött a YouTube-nak egy vadonatúj szolgáltatása. Azt lehet csinálni, hogy ilyen, ez az in-stream hirdetés, magyarul elég agresszív, de nagyon hatékony, hogy egy videót, ha megpróbálok lejátszani a YouTube-on, vagy bárki, akkor berakja az elejére, tehát nem a videó, amit meghívtam, az jelenik meg, hanem egy hirdetés indul el, egy videó lejátszás indul el, és utána 5 másodpercben át lehet lépni. Ez egy nagyon jónak tűnő dolog, nem? És azt gondoltam, hogy nagyon hatékony is lehet. Ráadásul bagatell pénzért azt hiszem 5 vagy 6 centre jön ki egy megjelenés, ami nem a megjelenés jelent, hanem a rákattint, vagy legalább fél percig nézi.
Tehát az ajánlat az zseniális. Csak hogy, amikor elkezdtem és figyeltem, és ezért nem szabad külsőse bízni, és elemeztem, hogy mi történt, az egyik, ami kiderült, hogy gyerekcsatornákra nyomta be, mert nem jól pozícionáltam. Pontosabban jól pozícionáltam, mert azt mondtam, hogy üzleti érdeklődés egyebek, de rá kellett jönni, hogy nagyon sok apuka és anyuka fogja magát és a tabletjét, mint drogot, odaadja a gyereknek, és nézett rajta filmeket, hogy addig is csendben legyen, ne zavarja őt. Tehát hiába van meg az érdeklődési körben az apuka által egy üzleti vagy befektetési irány, a gyerek nézi meg a videókat. És találtam olyan megjelenéseket, olyan meseportálokon, ahol majdnem, hogy 100%-ig, tehát 20-30-szor is megjelent, és végignézték az egész videót. Tehát nyilván a gyerek nem tudta átugrani. Tehát nézte azt, addig is sem volt, nézte másikat, és így tovább. A másik pedig van ez az autoplay funkciója, és gyakorlatilag egymás után játssza le a videókat, és ha ad egy újabb videót, és annak az elején megint van a reklám, azt végignézik, mert ott hagyta valaki a gépet, mert kiment éppen telefonálni, kiment a boltba, vagy éppen a háttérbe fut, vagy bármi dolog. Vagy éppen a gyerek szólt, vagy szólt a telefon, vagy hívták ebédelni. Nem tudom. Nekem sokszor előfordult, hogy visszamegyek, és ha véletlenül nem kapcsoltam le, az autoplay funkcióban 10 videót közben lejátszott, és ugrott máshova, és egy csomó reklámot megnéztem, úgyhogy ott sültem a gép előtt, és nyilván fizetett érte valaki. Tehát amikor ezt összeraktam, rákértem, hogy hoppá, ez így nem jó. Tehát rá kellett jönni egy csomó mindenre, hogy pénzt lehet így elégetni. Tehát azt akarom már még egy mondani, hogy a hirdetés és a sales és a marketing egy nagyon fontos terület, de kidelegálni nem lehet. A döntést és a megértést és a logikát és a stratégiát, azt mindig nekem kell. Hoznom kell egy okos embert, aki segít, jó kérdéseket tesz föl, rávilágít, de nekem meg kell értenem és el kell hinnem. És képviselnem kell tudni. Úgyhogy ennyi röviden a meg fogom kötni az üzletetre. Ez az én tapasztalatom. És végül ne feledkezz meg a 30 napos próbáról. Maradjon pozitív, maradjon minden nap pozitív, és fókuszáljon csak a feladatára, és csináljon abból többet, mint eddig. Azt gondolom, a siker egyértelmű lesz. Én összemérhetetlenül jobban érzem magam. Tehát nekem jót tesz. Remélem önnek is. Szerdán lesz a következő élőadás, az mai nap, ugye? Ma van szerda, legalábbis amikor fölkerült ez a videó, ez szerdai nap. Ma délután lesz az élőadás, mindent megteszünk, hogy technikailag ne legyen szakadás. A kép egy kicsit grízes, bocsánat, ilyen a mobil internet, de a feladványt ne felejts el, nem fogom még egyszer elmondani, a videó alá föltettem a YouTube-on, illetve benne van a tegnapi posztokban, és mindenképpen várom az ötletét, várom a javaslatát, ne feledje, egy számot kell mondani, egy mértékegységgel a mérték, és előre megmondom, kilométer legyen, jó? Tehát a megtetőt kilométer legyen. És végül két kérésem van, tegye meg, hogy a Facebookon megosztja ismerőseivel, ha hasznosnak találta ezt az ötletet, videót, tapasztalatot, elemzést a Sales és YouTube egyéb területén, illetve csatlakozzon és regisztráljon a YouTube channelen. Sok sikert kívánok a mai napra, és legyen éber, hogy ezek a hirdetési cégek ne szívják el a pénzét rossz hatékonysággal. Szép napot, sok sikert!